Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb téma, ami nem csak ebben, hanem az eddig hallottakban is felmerült, az a tervezés intelligenciájának az igénye. Tehát az, hogy hogyan használunk egy területet, hogyan fejlesztjük, hogyan gondolkodunk róla, az ítéletet is mond arról, hogy mennyire tervezünk intelligensen, illetve ugye a krízisek egyben lehetőségeket is teremtenek arra, hogy átgondoljuk azt, hogy mennyire vagyunk okosak, amikor tervezünk. Amikor ugye a Smart City témáról, vagy okos városokról beszélünk, akkor körülbelül ahány ember beszél róla, annyiféle megközelítés és keretezés és értelmezés és definíció tartozik ehhez. Ezek közül némelyik átfogóbb és némelyik szűkebb. A Lechner Tudásközpont kapta meg azt a feladatot Magyarországon, hogy az okos település tervezésnek a keretrendszerét, elveit és definícióját legalábbis a munkavégzés szempontjából meghatározza, és ennél fogva remélhetőleg a tervezés intelligenciáját is valamilyen módon befolyásolja a következőkben, ami pontosan azok mentén, a fenntarthatósági gondolatok mentén halad előre, amik az előző prezentációk megalapoztak. Úgyhogy ennek egyébként szeretném megkérni Rab Juditot, aki a Lechner Tudásközpont Smart City szakértője, hogy beszéljen arról, hogy mi is lesz ennek a keretrendszer és a jövője. Köszönöm szépen a szót. Rab Judit vagyok, építész, urbanista és a Lechner Tudásközpont Smart City szakértője. Hozzáteszem, hogy én most elsősorban nem azzal a szakmai keretrendszerrel készültem, amit szerintem egy kicsit most már mindenki un, mert az elmúlt másfél évben elég sokat promotáltuk, hanem inkább az ahhoz kapcsolódó egyik fontos munkánk kapcsán szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy mi hogy látjuk, mi lesz itt 50 év múlva a bevett gyakorlat. Ugye egy dolog, hogy az ember módszertant, szabályozáshoz szükséges szakmai háttéranyagokat gyárt. Folyamatos kritikaként kapjuk, hogy az átlag városlakó nem igazán érti továbbra sem, hogy mit jelent az, hogy okos város, hogy mit is fog ez pontosan az ő konkrét városi életében jelenteni. A munkánkkal párhuzamosan elkezdtünk egy best practice adatbázist építeni, tehát a világ összes, hát igyekszünk minél széles körűbben város tervezéssel, smart city-vel, rendszerekkel kapcsolatos példáit tanulmányozzuk, és próbáljuk leszűrni, válogatni, és ebből egy térképes adatbázist, kereshető adatbázist készítünk. Ez várhatóan március folyamán lesz elérhető, és mint ezen a kivágaton is látszik, két nyelvűen, tehát magyarul is és angolul is igyekszünk mindent összefoglalni. Egy nagyon fontos tanulsága volt ennek a fajta munkánknak, hogy a legtöbb ilyen példa, amivel találkozunk, az nem feltétlen jövőbiztos. Tehát van olyan példa, ami mire bekerül a köztudatba, már nem feltétlen él, akár financiális, akár egyéb okok miatt. Ugyanakkor azt is látja az ember, hogyha sok száz ezer példa átfut a keze alatt, hogy azért kirajzolódnak tendenciák, tehát hogy mi várható 50 év múlva a városoknál, amit részben az IKT technológia, részben pedig az infokommunikációs technológiáknak a közösséget, az információ áramlás segítő gyorsasága, könnyedsége okozni fog. Úgyhogy ezekről a tendenciákról beszélnék, amik szerintem nagyjából jövőbiztosak. Az egyik, ami biztosan változni fog, az, hogy hogyan működnek a városaink. Egyre több szenzor épül be a különböző közszolgáltatási infrastruktúrákban. Mi magunk a mobiltelefonjainkkal is szenzorokként működünk, amikor lájkolunk valamit, amikor bemegyünk valahová. Ez eszméletlen mennyiségű adatot jelent. Kamerákkal figyeljük meg a köztereinket a biztonság szempontjából, zajt monitorozunk, ebből adatokat, viselkedést próbálunk szűrni, tehát mindenféle ilyen kicsit rémisztő, utopisztikus, sci-fi dolog az már zajlik az életünkbe. Viszont mindezt előbb-utóbb nagyon hatékonyan használni is fogjuk majd a városok működtetésében. Tehát valahol az egész gondolat mögött az zajlik, hogy ha mindenből csak annyit és akkor használunk fel, amire éppen szükségünk van, akkor egy sokkal hatékonyabb erőforrás gazdaságosabb módon működtethetjük a városainkat, és egyfajta personalizációra is lehetőség van, tehát sokkal inkább személyre szabottabb szolgáltatásokkal, interfészekkel találkozhatunk majd a városban, és tényleg maga az egész város, annak az összes infrastruktúrája egy ilyen integrált, adatvezérelt módon
fog működni, és ez nagyon szorosan kapcsolódik az, hogy nem csak maga a működés, de már maga a tervezési módszer is át fog alakulni. Részben azért, mert egy bizonyos időtávon, mondjuk 15-20 év múlva olyan mennyiségű adataink lesznek olyan városi folyamatokról, ami jelenleg még nincs a birtokunkban, hogy tervezni is lehet. Nem csak azt, hogy hova mi épül, az hogy fog árnyékolni, de maguknak a szolgáltatásoknak az optimalizációjára is lehetőség nyílik. Kipróbálhatunk szcenáriókat, modellezni tudunk 1-2 fokos hőmérsékletváltozást, nagyobb esővíz mennyiséget, a különböző épületanyagainknak a hőtároló, hővisszaverő, vízelnyelő képességeit, mindezt 3D-s város modelleken keresztül tudunk úgy tervezni, úgy beavatkozásokat tervezni, hogy a folyamatokra lehetőség szerint pozitív irányba ráhatásunk legyen. Ugye ennek az egyik első lépcsőfoka, amikor a terveket mondjuk az épületekről BIM modellben, a területi és települési tervekről pedig digitális, egymással kommunikáló tervformákban kérjük be. Ugye egyik ilyen gyakran használt szó ez az úgynevezett smart grid, aminek igazából pedig az a lényege, hogy a város egy egyszerű energiafelhasználó, mondjuk úgy entitásból, energiatermelő entitássá válik, de nem csak úgy, hogy épít magának egy nagy erőművet, hanem minden olyan elem, ami a várost alkotja, a közlekedési eszközöktől, a különböző felületeken át, a különböző eszközeinken keresztül, mindenki energiát termel, tárol és használ, és ezek az apró egységek egy rendszerbe kötve egy sokkal flexibilisebb, igényvezérelt energiatermelési és tárolási rendszer tudnak alkotni. Nyilván nagyon komoly vezérlő technológiák kellenek mögé, de ez ma már elérhető. Akkor szóba került már többször itt az infrastruktúra kérdése, egy kicsit pont az előző előadáshoz kapcsolódnék. Ugye most megint egy komoly hívószó a tervező szakmában a kék-zöld infrastruktúra. Itt inkább azt emelném ki ennek kapcsán, hogy megszűnik majd az a fajta monofunkciós infrastruktúra, ami jelenleg működik a városban, tehát vannak csatornáink a tiszta víznek, vannak csatornáink a koszos víznek, vannak különböző csatornáink elektromos kábeleknek, különböző csatornáink egyéb más kábeleknek. Egyfajta sokszorosan kihasználható infrastruktúra irányába megyünk, és itt bejön egy nagyon fontos dimenzió, az emberek. Tehát, hogy az infrastruktúra ne csak arra legyen képes, hogy bizonyos javaknak az eljuttatása egyik pontból a B pontba, hanem ez valamilyen módon használható legyen, és a városi életnek, a városi térnek, szerkezetnek egy nagyon markáns és hatásos eleme legyen. És erre nagyon jó példa ez a kék-zöld infrastruktúra, ez itt Koppenhágának az esővízelvezető és árvízvédelmi terve, ami az egyik kedvenc okos példám. Tehát ez a fajta infrastruktúra, ami egyszerre szolgálhat szabadidős célokat, közlekedés célokat, és mellesleg a különböző városi folyamatoknak a csatornázását is képes kielégíteni. Ugye nagyon fontos dolog itt az okos városok kapcsán az az adatok, az a hatalmas adatmennyiség, ami már van, még nem strukturált, ezért túl sok mindent nem tudunk vele kezdeni, de minden nap megduplázódik, triplázódik, tehát előbb-utóbb kezdenünk is kell vele valamit. Ez egy újfajta bevételi forrás lesz majd a városoknak a jövőben, hiszen ne feledjük, hogy azért a legtöbb adat az olyan szolgáltatások, olyan események igénybevételekor keletkezik, ami városokban, városi infrastruktúráknak a használatakor keletkezik, és ezek a jelenleg elsősorban a Google-nál és Facebook-nál lecsapódó bevételek előbb-utóbb vissza kell, hogy csatornázódjanak, és vissza is fognak csatornázódni a úgymond szolgáltatási infrastruktúrát létrehozó és városok és használó emberek fele. Tehát ez is egy komoly területe lesz 50 év múlva a városoknak. Illetve az utolsó és legfontosabb, az pedig, hogy az embereknek, a városlakóknak a szerepe fog gyökeresen megváltozni. Magyarországon elég komoly hívószó most a participáció, és a Kolossa Józsefék elég sokat dolgoznak azon, hogy ez ne csak egy ilyen egyszerű kihirdettünk valamit procedúra legyen, hanem minél szervesebb része legyen, tehát már szabályozási szinten bekerüljön a városok életébe. Itt ugye az fontos látni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy kitalál
a tervező, fejlesztő szakma valamilyen szakmai gondolatok mentén ötleteket, és azt mondjuk úgy a lakosságnak a véleményezésére bocsátja, hanem maguk a városlakók legyenek aktív kezdeményezői, hogy egy-egy városi térrel, infrastruktúrával mi történjen, vegyenek részt a tervezésében, sőt, nyilván ez a nyugati országokban kevésbé utopisztikus nálunk még az, de talán 50 év múlva nem, a finanszírozásában is ezeknek a fejlesztésének vegyenek részt a lakosok, és később pedig a működtetésében, hiszen az az infrastruktúra, amire folyamatosan egy helyi közösség felügyel, amire folyamatosan egy nagyobb közösség programokat, akciókat szervez, integrált része és könnyen fenntartható része lesz a városoknak. És köszönöm szépen!